nem kell ahhoz hogy mondjam, települni, de feltétlenül veszélybe kerüljön a magyar gasztronómia. De mi lesz, ha még betelepülnek? Nem a magyar gasztronómia kerül veszélybe, hanem a magyar emberek közbiztonsága, a magyar kultúránk, a magyar kultúrának a része a magyar gasztronómia is. Már most veszélybe került. Hát most abba gondoljon bele, hogy hány Laci konyha van, összeszámolta már? Nincs sok. És hány gyroszos, kebabos, turkisi kebab, McDonald's, mit tudom én, micsoda, már veszélyben van, hát nyilván, hát ez egyértelmű, nem? Tehát, hogyha ők lesznek többen, akkor ebbe kell majd barátkozni. Ismeri azt a viccet, hogy Németországba 10 év múlva bemegy egy ilyen presszóba egy ember, és mondja, Coca-Cola, és visszakérdeznek, hogy jéghideg, mit kérsz? Tehát ugye persze, hogy veszélybe kerül. Ez most egy vicc volt természetesen, és nem szerettem volna senkit megbántani, nem tudok arabul. Szerintem fontos lenne tisztázni, hogy amikor a magyar emberek biztonságában beszélnek, akkor emellett azért